Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Hűség programot indított a Széphő ZRT, és nem is olyan régen elismerték a jubilánsok mindennapi áldozatos tevékenységét. Erről beszélgettünk a cég vezérigazgatójával, Szóter Ákossal. Jó estét, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Miért hívták életre ezt a programot? Miért tartották fontosnak? Mi is találkoztunk azzal a helyzettel, ami most a gazdaságra abszolút jellemző, hogy munkaerőhiány van. És elég sok tanulmány foglalkozik azzal, és talán egyre inkább az előtérbe kerül, hogy a megtartás az sokkal egyszerűbb és olcsóbb, mint új munkaerőt bevonzani. Főleg, ha nincs is adott esetben új munkaerő. Tehát mi is ezzel próbálkoztunk, vagy ezzel próbálkozunk, és ebbe az irányba teszünk lépéseket, hogy hogyan tudjuk a dolgozókat még inkább megtartani, még inkább odafigyelni rájuk, és ennek egyik eleme ez a hűségprogram. Gondolom, hogy nagyon sokrétű ugye a Széphőnek a tevékenysége, erről már beszélgettünk itt a stúdióban, kvázi fokozottan igaz önökre, hogy a szakképzett jó munkaerő az bármikor jól jön. Mindenképpen, hát ha csak a távfőszolgáltatásba gondolok bele, amiben, hogyha kifejezetten távfőszolgáltatási szakembert keresünk, akkor a városban nem is találunk ilyet lévén, hogy egy szem távfőszolgáltatók vagyunk. Tehát nagyon fontos, illetve még fokozottabban fontos, hogy azokat a szakembereket, akik ebben már beletanultak, tapasztalattal rendelkeznek, akár több évtizedes múlttal a cégnél, azokat megpróbáljuk megtartani. Erre jó a hűségprogram, ahogyan is említetted, de mivel tudják még ösztönözni? Nagyon sok irányba próbálunk lépni, és alapvetően azt próbáljuk meg elérni, hogy ne csak egy dolgozó legyen, hanem egy ember. Tehát, hogy emberként kezeljünk mindenkit, és próbáljunk meg egy olyan légkört kialakítani, ahova az ember szívesen megy bedolgozni. Tehát nem csak egy munkahelyet szeretnénk, hanem a munkahelynél egy kicsit többet, és ha szívesen jön be valaki dolgozni, akkor tudjuk, hogy ez a hatékonyságát is növelni fogja. Tudjuk azt, hogy akkor ő oda fogja tenni magát, és azt, amit el kell végezni, azt még hatékonyabban, még jobban fogja megcsinálni. Tehát akkor egy ilyen kvázi közösséget is építenek? Mindenképpen. Mindenképpen alapvetően szeretnénk a megtartásnak egy fontos elemeként megjeleníteni azt, hogy valóban közösség legyünk, tehát ne csak munkahely, hanem egy emberek alkotta közösség, ahol emberek vannak. Milyen rekorderek vannak, idézőjelbe teszem ezt, tehát hogy milyen hosszú ideje dolgoznak egy ugyanazon a cégnél az emberek, mennyire jellemző ez a Széphőre, hogy mondjuk valaki évtizedeken keresztül ugyanott tevékenykedik önöknél. Amikor a hűségprogramot létrehoztuk, akkor ugye megalkottuk a szabályrendszerét. Ennek egyébként egyik pillére az, hogy azoknak a munkáját elismerjük, akik már évek óta, évtizedek óta a cégnél dolgoznak. És ennek a hűségprogramnak a kialakításakor kellett azt végig gondolnunk, hogy az egyes 5-re végződő, vagy 0-ra végződő, tehát 5-10-15 éve a cégnél dolgozó jubilánsokat miképpen jutalmazunk, miképpen ismerjük el. És akkor találtuk azt, hogy hát a szabályzatban nem elég 45 évig írni ezt, hanem 50 évig kell írnunk. És az egyik kollégánk az pont rekorder, és az idén volt 45 éves, és ahogy számoltuk, ő neki még 5 éve van jelen tudásunk szerint a cégnél, úgyhogy hála Istennek vannak olyanok, akik tényleg nagyon sok éve, évtizede dolgoznak itt, de körülbelül a egyharmada azoknak, akik az idén jubileumot ültek, azok már 20 fölött vannak, tehát 20 évnél tovább régebb óta dolgoznak a cégnél. Mindjárt folytatjuk a hűségprogram részleteivel, előtte azonban azt javaslom, hogy akkor ismerjük meg Tobai Jenőnét, aki társasházi ügyintézőként dolgozik a Széphőnél. Mikor 1978. augusztus 1-ben kezdtem itt a cégnél dolgozni, építőipari főüzemnél, mint előkészítő technikus. Ugye ott fizikaiak között voltunk, férfiak között, nagyon jó volt a hangulat, voltak ilyen viccelődős kollégák, de ugye itt 40 év alatt több részlegnél dolgoztam, voltak szervezeti átalakítások, és mindenhol számítottak rám, ami a jól eső érzés volt. Most már 9 éve társasházkezelési osztályon dolgozom. Miért jó itt dolgozni? Nagyon jó a kollektíva. Régen is úgy gondoltuk, munkaidő után összejártunk, mint egy család, névnapokat ünnepeltünk, brigádbulik, kirándulásokat szerveztünk, mindenki hozta a kisgyerekét, teljesen, mintha hazajöttünk volna. Mit gondol erről a hűségprogramról?
Hát nekem nagyon tetszett, főleg ez az ünnepélyes állománygyűlés, ami volt, hogy díszasztalhoz ültették a jubilánsokat, ott volt a cég összes dolgozója, ott megkaptuk egy kis műsor keretébe az oklevelet, emléktárgyat, utána volt egy kötetlenebb vacsora, ahol egy ilyen kis vidám zenés műsort is láthattunk. Na hát 40 év, azt hiszem, hogy az is szép teljesítmény egy cégnél. Igen, és ez talán a mai fiatalokra kevésbé jellemző, hogy ebbe gondolkodnak, hogy egy cégnél el lehet tölteni 10-20-30, akár 40 évet is. Mi büszkék vagyunk arra, hogy többen vannak ilyenek, akik, mint említettem, akár 20 évnél több, de a 35-40-45 éves jubileum is az idén az több dolgozót is érintett, vagy több dolgozó is. Ennyi ideje dolgozik már nálunk. Ugye említette, hogy a hűségprogram több pillérre épül. Mik ezek a pillérek? Alapvetően a hűségprogrammal nem csak egy törzsgárdatagságot szerettünk volna visszahozni, tehát nem csak azt szerettük volna elismerni, hogy valaki adott időt a Szépőnél dolgozott, hanem szerettük volna azt is megjeleníteni, hogy a hűségbe az aktivitás, tehát az, hogy a cégben milyen tevékenységekbe vesz részt, azon kívül, hogy a munkáját elvégzi, hogy az egyes céges rendezvényeken milyen formában, milyen aktívan vesz részt, hogy ez is a hűségünknek egy megnyilvánulási formája, de az is, hogyha én az egészségemre megpróbálok odafigyelni, és ezzel biztosítom azt, hogy én tovább tudjak a cégnél dolgozni, hogy ez a hármasság, tehát egyrészt a maga az eltöltött idő, emellett az aktivitás, illetve az egészségem érdekében vállalt dolgok, tehát ez a három, ami az alappillérét adja ennek a hűségprogramnak, és a hűségprogramra pontokat lehet gyűjteni, hűségpontokat. Még egy eleme van, ami fontos, hogy a hűségidőt nem években mérjük, hanem hónapokban. Tehát az eltöltött hónapok alapján lehet már pontokat szerezni. Ennek azért láttuk értelmét, mert pont a mai fiataloknál talán kevésbé jellemző a hűség, és nekik azt mondani, hogy ha 5 évig itt dolgozol, akkor majd történik valami, ez nagyon sok. Tehát nem biztos, hogy ő ebbe gondolkodik, tehát el tudja képzelni, hogy mi lesz 5 év múlva. Ő abba gondolkodik, hogy a pillanat, abba gondolkodik elsősorban, hogy 1-2 éven belül mit szeretne. És fontos az, hogyha ezt havonta tudjuk mérni, és havonta tudunk pontokat adni, hogy itt dolgozik, akkor végeredményben ugyanoda fogunk eljutni, de ő már minden hónapban érzi azt, hogy igen, szükségünk van rá, és fontos az, hogy ő itt van velünk. És mihez tud kezdeni ezekkel a pontokkal? A pontokat évente kétszer lehet beváltani. Ez stílszerűen a fűtési idénynek a kezdete október 15 és a vége április 15, amihez kötődik a beváltás időpontja. Ekkor nyilatkozhatnak arról a kollégák, hogy mire szeretnék fordítani, lehet ajándékutalványt, lehet az egészségmegőrzés keretében kivizsgálásokra fordítani, vagy nyugdíjpénztárra. Tehát van egy széles listánk, amire lehet fordítani. És akkor ez a lista ez olyan, hogy ezt most ma azt mondtuk, hogy ez lesz, de várjuk ez is a javaslatokat, hogy esetleg még mit vonjunk ebbe bele, tehát bővíthető, szűkíthető, attól függ, hogy mit hoz a jövő, de tulajdonképpen ők ezt közvetlenül 1.1 forint arányban tudják beváltani. De kvázi akkor, hogyha jól értem, tulajdonképpen igazodik a munkaerő igényeihez is, a dolgozók kívánalmaihoz is. Igen. Igen, mindenképpen úgy szerettük volna meghatározni, hogy mivel nem közvetlen pénzkifizetés történik, hanem ajándékutalványban, de az ajándékutalvány is mondjuk széles körben felhasználható legyen, tehát ne legyen az gátja a felhasználásnak, hogy mondjuk csak könyvet vehetek érte, vagy csak mondjuk elektronikai cikket, hanem tudjam azt tetszőlegesen, ahol nekem szimpatikus ott beváltani. Ez is egyfajta ugye munkaerő megtartó intézkedés, de emellett van még néhány ilyen, ahogy említette is, az a szemlélet, vagy egyáltalán a családbarát intézkedések. Mit tud nyújtani a Szépő más szolgáltatókkal szemben, vagy más magán cégekkel szemben? Azt nem tudom megmondani, hogy másokhoz képest mit tudunk nyújtani, azt meg tudom mondani, hogy a Szépő abszolút értékben mit tud. De úgy gondolom, hogy nagyon sok helyen, nagyon sokféle dologgal foglalkoznak és próbálkoznak. Ami nálunk még mindenképpen előny, és ezt el is szoktuk mondani, akár hogyha a új felvételésünk van neki is, hogy a munkaköröktől függően, de a legtöbb munkakörünk az például kötetlen
Ez azt jelenti, hogy mindenki saját maga osztja be a saját idejét, természetesen megvan a munka, amit el kell végezni, de az már tőle függ, hogy ezt milyen munkarend, milyen munkaidő beosztással teszi meg. Ezen kívül igyekszünk családbarát munkahely lenni, tehát igyekszünk arra figyelni, hogy a család és a munkahely egyensúlya az megteremtődjön. Igyekszünk odafigyelni a dolgozóinkra, mindig mindenkinek lehet valami problémája, akár családi, akár egyéb probléma, hogy ezeket természetesen keretek között, de próbáljuk meg tolerálni, elfogadni. Volt olyan kollégánk, aki azzal keresett meg bennünket, hogy mivel a gyerekeit vinni kell reggelente iskolába, óvodába, nem tud beérni 7 órára, csak később, akkor az ő munkaidő keretét a főnökei úgy állították be, hogy ő később kezdett, később végzett. Tehát igyekszünk ezekre odafigyelni. Emellett pedig a sportprogramokat szervezünk pont annak érdekében, hogy az egészségünket is próbáljuk megőrizni, ezek minden évben szélesednek, egészségügyi szolgáltatókkal vannak szerződéseink, ahol kedvezményesen lehet különböző dolgokat igénybe venni. Emellett közösségi programokkal is foglalkozunk, pont azért, hogy ne csak dolgozók együttese legyen ez, hanem valahol a közösséget megpróbáljuk csapattá formálni. És gondolom, hogy ezt sokan értékelik is, ilyen például ifjabb Sisistyán János fűtésszerelő is, aki pont a stabilitás miatt választotta a Széphőt. Édesapámmal kezdődött, mert ő 64 óta dolgozott itt az IKV-nál, még az akkori IKV-nál, és én 85-ben jöttem ide tanulóként. Itt voltam, még be nem mondtam katonának, 90-ig, és utána innen leszámoltam az IKV-tól, elmentem barangolni, Maszekoknál voltam, Ausztriába dolgoztam, sokfelé jártam, és utána egy 10-12 évig csináltam ezt, és utána úgy döntöttem, hogy kell nekem egy kis nyugi. És akkor visszajöttem ide a tápfűtéshez. A nyugalom mellett mi volt még, ami inspirálta, hogy visszajöjjön ide? Hát, mivel dolgoztam az IKV-nál, tudtam, hogy itt nem kell akkor tehát megszakadni, mint egy Maszeknál 10-12 órát dolgozni, itt biztos munka 7-től 8-ig, dolgozik az ember, és haza tud menni, hétvégén nem kell kapaszkodni, hogy be kell jönni dolgozni, mint egy Maszeknál, tehát egy nyugisabb lett a munkám, nyugisabb lett az életem, akkor lett gyerekem is, tehát lett addig nem tudtam csinálni, tehát nem volt képes az ember arra, hogy most gyerekkel foglalkozzon, mert nem volt ideje. Milyen hatással lehet ez a hűségprogram az ön munkájára? Mit gondol erről? Hát az én munkámra szerintem nyugodtabb lettem. Tehát megbízhatóbb, nyugodtabb az ember, meg látja azt, hogy gondolnak rá, nem csak úgy, mint egy melós, hanem hogy számba veszik. Tehát van egy olyan cég, ahol számba veszik az embert. Ezt ugye többször elmondták már az előző szájtásban is elhangzott, hogy fontos, hogy számítanak rá, és ugye ez akkor ezek szerint fontos, hogy érzékeltetik is a munkavállalókkal, hogy számít rájuk a cég. Igyekszünk. Mindenképpen ki szeretnénk fejezni azt, hogy tényleg szükségünk van rájuk, és tényleg nem csak munkásban gondolkodunk. Tehát itt a kollégám is megemlítette azt, hogy emberként szeretnénk kezelni őket. Tehát az mellett, hogy egyfajta biztonságot jelent a cég, mert azért a távfőszolgáltatás egy elég speciális terület. Tudjuk biztosítani azt, hogy a távfőszolgáltatásra szükség lesz a jövőben is, tehát szükség lesz a munkájukra mindenképpen. De emellett az embert szeretnénk látni minden dolgozónkban. Ugye talán pont a terület is egy olyan terület, ami azért fejlődik folyamatosan. Ez azt jelenti, hogy mondjuk van fejlődési íve is az ember pályájának, tehát lehet tovább lépni, vagy tovább tanulni, ezt is támogatják, ösztönzik? Igen. Igen, mindenképpen nem egy kollégánk volt, aki már a iskolát végzett így a munka mellett, tehát, és azt is támogattuk természetesen, mert látjuk azt, hogy ami a cégnek jó, az a dolgozó, és a dolgozónak is jó, az egy olyan helyzet, amiből mind a ketten jó érzéssel kerülünk ki. Tehát ami a cég szempontjából támogatható képzések, továbbképzések, és egyébként a dolgozó is ezzel több lesz, az természetesen. Van is erre igény? Hogy látja? Van, mindenképpen van igény. Azért azt is látni kell, hogy a távfőszolgáltatás azért egy elég speciális terület, tehát vannak ebben azért korlátok. Tehát mondjuk nálunk az idegen nyelv tudás, az hát kevésbé szükségeltetik a feladatok ellátásához. Tehát mondjuk az, hogy valaki
a nyelvtanfolyamról menjen, az lehet, hogy kevésbé pozitív, vagy kevésbé támogatott, mint mondjuk azt, hogy valaki, akinek nem volt például szakmája, vagy más jellegű szakmája volt, az egy olyan szakmát végezzen, olyan szaktudást szerezzen, ami egyébként a távfélszolgáltatásban meg szükséges. Mi a tapasztalat? Mennyire van utánpótlás? Azt ugye már említette, hogy nyilván nem titkolt cég, hogy megtart a képzett munkaerőt, de azért van-e érdeklődés? Ugye itt is volt az, hogy említette az előbb az úriember, hogy az édesapjával kezdődött minden. Mondjuk van-e érdeklődés családi vonalon, ahogy folytassák mondjuk a gyerekek, a fiatalok ezt a pályát, amit a szülők is végeztek? Van rá jó példa, nem is egy a cégnél, hogy a szülő nálunk dolgozik, vagy dolgozott, és már a gyermeke is nálunk van, és ő is ott dolgozik. Ez annak tudjuk be, hogy azért a szépfőnek van egy megítélése, főleg a dolgozók részéről, ezt is szeretnénk javítani, és hogyha valaki pozitívan gondolkodik a szépfőről, mint munkahelyről, úgy gondolja, hogy ez egy olyan hely, amit érdemes ajánlani, ezt jó szívvel ajánlja. És ezt látjuk itt is, hogy mondjuk az édesapa ajánlotta a fiának, és a fia szívesen jött dolgozni. És nem kellett attól félnünk, hogy az ismeretlenbe jön, mert a szülő elmondta neki, hogy mire számíthat, akár a negatív dolgokat is, mert természetesen, mint minden cégnél nálunk is vannak olyan dolgok, ami nem feltétlen esik pozitív megítélés alá, de egy lényeg az, hogy ezt is elmondta, tehát ő egy olyan dolgozó, aki úgy jön hozzánk dolgozni, hogy tudja már, hogy hova jön. És nagyon szeretnénk ezt is elérni valahol, hogy a szépfőről kialakítsunk kifele is egy olyan képet, hogy ez egy olyan cég, ahol érdemes jönni dolgozni, érdemes bekopogni, akkor is, ha esetleg nincsen nyitott álláshirdetésünk, és utána tehát az embereket megpróbáljuk egy kicsit bevonzani, és azon túl, hogy megtartani. Meg talán az is, hogy nem egy ismeretlen közegbe érkezett, hiszen pont az előbb említett közösségépítő programok, hogy a családot is bevonják, és vannak közös események, vagy akár sportnapok, ha jól emlékszem, talán még tábor is szokott lenni, tehát hogy ezek mind-mind olyan dolgok, hogy nem egy ismeretlen közegbe érkezik, talán ez is előmozdíthatja az érdeklődést, nem? Igen, kétségtelen, tehát hogyha ismerős arcok közé jön, olyanok közé, akiket már látott, vagy valahol találkozott vele, ez biztos, hogy mindenképpen pozitív. És hogy említette, hogy vannak, akik hosszú ideje itt vannak, például 45 éve Nyúl József. Ő 45 évvel rekorder akkor? Igen. Ő a rekorderünk. Ő jelen pillanatban a rekorderünk, és ő az, aki reményeink szerint az 50. jubileumát is 5 év múlva majd velünk ünnepli. No, hát akkor ismerjük meg a rekordert. 45 éve vagyok itten, 73-ban kezdtem, mint segédmunkás, azóta 78-ban gépkocsi vezetőként. Átjártam az építőipartól kezdve mindenféle beosztás, most jó esőérzés, és a kollégák is rendesek voltak. Hát ez az bizonyítja, hogy 45 év megmaradtam hűségesen a szépfő, most jelenlegi szépfőnek a kötelékébe. Azt hiszem, nem túlzunk, hogyha azt mondjuk, hogy a kollégái valóban nagyon büszkék önre. Hát ugye ez kiderült az állománygyűlésen is, ahol vastapssal fogadták azt a bizonyos 45 évet. Ez milyen érzéssel tölti el azt, aki tényleg ennyi éve benne van már valamiben? Hát ez nagyon jó eső érzés volt. Hát tényleg ez jól esett a kollégák részéről, hogy én nekem büszkeséget töltött el engemet, hogy ilyen megtisztelésre. Az pedig ugye egy külön grátis, hogyha szabad így mondani, hogy a hűségprogram keretében is jutalmazzák önöket. Erről mi a vélemény? Hát ez nagyon jó eső érzés, így meg vannak becsülve a dolgozók. Ugye említette az úr, hogy büszkeséggel tölti el, de gondolom önöket is büszkeséggel tölti el az, hogy ő itt ennyi, hát lassan fél évszázadot lehúzott ennél a cégnél. Hogyne. Tehát mindig, amikor én is erről beszélek, hogy van olyan kollégánk, aki 45 év, de mögötte azért ne felejtsük el a 40 éveseket sem, mert az is azért igencsak komoly idő. Tehát amikor erről beszélek, hogy hányan vannak és hányan dolgoznak nálunk tényleg sok évtizede, akkor tényleg jó lesz érzés, és akkor látja az ember, hogy van ennek a cégnek egy nagyon komoly múltja, és reméljük, hogy ilyen komoly jövője is lesz. Említette azt, hogy bárha nincs állás hirdetésben látható, olvasható pozíció, akkor is érdemes betérni. Hol tudnak érdeklődni?
Mindenképpen érdemes, igen, mint említettem, megkeresni bennünket, mert ha nem is tudunk azonnal bármit reagálni rá, mert nincsen nyitott pozíciónk, de fontos az, hogy ha az illető hozzájárul, és tárolhatjuk az adatait, és megkereshetjük később, akkor mi is egyszerűbben keresünk meg bárkit, illetve mi is tudunk gondolkodni benne. Az e-mail címünkre, központi e-mail címünkre, illetve a honlapunkon fenn vannak az elérhetőségeink, ott, hogyha ha megtisztel bennünket valaki azzal, hogy jelentkezik nálunk, elküldi az önéletrajzát, mert érdekli, szívesen, akkor tudunk már egyeztetni, és azt is meg tudjuk nézni, hogy az ő elképzelései és a mi általunk kínált dolgok, azok mennyire vannak szinkronban. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, hogy itt velünk tartottak az Esti Mérlegben. Ünnepi műsorrendünk következik majd a hét hátra levő részében, úgyhogy Esti Mérleggel legközelebb hétfőn számítunk majd a figyelmükre itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!